13 csapat vett részt az idei megyei első osztályú asztali tenisz bajnokságban, ahol a PASZE városunk csapata a második helyet szerezte meg. Köszöntöm stúdiónkban Andrássy Zoltánt, a csapatnak a vezetőjét, illetve egyúttal játékosát is. Zoli, gratulálok a teljesítményetekhez, és az első kérdés adott egyben, hogy mennyire vagytok elégedettek ezzel a teljesítménnyel. Ha jól tudom, ez már a harmadik zsinórban, a harmadik ezüstérmetek. Igen, üdvözlöm a kedves nézőket, illetve a pingpong barátokat, akik érdeklődéssel nézik ezt a műsort. Igen, már most harmadjára sikerült megszereznünk a második helyünket. Hát így alakult, mi mindig igyekszünk természetesen a minél legjobb eredményt elérni, de most valóban harmadjára megint csak a második helyet sikerült megszereznünk. Bár ha visszaemlékszünk az év kezdetére, nagyon hosszú ez a bajnokság, hiszen tavaly év, tehát a 2011. szeptember 3-án már az első fordulókat játszottuk, és ugye most fejeztük be 2012. május 20-án, tehát azért ez egy hosszú idővallom, és azért tulajdonképpen kétszer 13 fordulót lejátszani, illetve 12-t, mert saját magunkon ugye nyilván nem játszunk, 12-t azért ez egy hosszú bajnokság, és mint a tabellán is látszik az, hogy igen kirezett volt a verseny. Látható volt, hogy az előző évekhez képest nagyon nagyot erősült ez a bajnokság, bekapcsoltak olyan csapatok, akik magasabb osztályból léptek vissza, csapatok erősítettek, feljutási szándékkal indultak sokan, vagy legalábbis tervekkel, ilyen irányú terveket dédelgettek magukba, aztán nyilván a évközben teljesítményük ezt vagy lehetőséget adott rá, vagy sem. Én tulajdonképpen azt mondtunk, ha visszaemlékszünk a év elejére, azt mondtam, hogy ha ezzel a csapattal, tehát a saját csapatunkkal a Püspökladány a dobogóra tud kerülni, akkor én maximálisan elégedett leszek. Na most évközben a bajnokság alakulása közben megcsillant annak a reménye, hogy akár meg is nyerhetjük ezt a bajnokságot, de aztán sajnos elvesztettünk egy olyan mérkőzést, amit nem kellett volna, persze tudom, egyiket sem kellett volna, de ugye a Vámos Pécs, aki a harmadik helyen végzett, ő ellenük pont egy hazai mérkőzést vesztettünk el, ez nem fért bele abba, hogy mi elsők legyünk. Aztán ráadásul a Vámos Pécs is olyan szépen szerepelt, hogy már az is kérdéses volt, hogy egyáltalán a második helyünket meg tudjuk őrizni, de tulajdonképpen újabb fordulatot hozott, hiszen mint tudjuk az élet a legjobb rendező, újabb fordulatot hozott a bajnokság, ami által megőrizhettük a második helyünket, ugye meg tudtuk verni egyes egyedül a bajnokcsapatot, a Hortobágyot, és ezáltal két ponttal megelőzve a Vámos Pécset, illetve két ponttal lemaradva második helyen végeztünk. Igen, itt a tabellát nézem, itt a kezemben tartva, hogy a Hortobágy 2 néven szerepelt bajnokcsapat, azért Hortobágy 2, mert ugye Hortobágynak van egy MB3-as csapata is. Jelen pillanatban MB2-es csapata van a Hortobágynak. Igen, tehát igen. Magasabb osztályban is szerepel, azért Hortobágy 2 ez. Tehát a Hortobágy 2 a 24 mérkőzéséből 22-t megnyert, egyet elveszített, pont ellenünk is egyszer játszott döntetlent, ezáltal 45 pontot szerzett. Nekünk a 24 mérkőzésből 21 győzelem termett, 2 vereség és egy döntetlen volt, így 43 pontunk lett, és a Vámos Pécs 1, a bronzérmes Vámos Pécs 1 az 18 győzelemmel, 1 vereséggel és 5 döntetlennel zárt. Ahogy mondtad, 2 pont előztük, még 41 pont, és ez a három csapat ez nagyon-nagyon kiemelkedett, mert a negyedik helyezettnek, a Hajdunános 2-nek már csak 28 pontja volt. Tehát ez a három csapat, ez mikor derült ki, hogy ez a három csapat egymás között fogja eldönteni majd a helyezések sorrendjét? Hát ez igazából számomra is érdekes volt ez a dolog. Azt tudtuk, hogy a Hortobágy erős, mert a Hortobágy egy MB3-ból kiesett csapattal indult, tulajdonképpen egy komplett MB3-ból kiesett csapat, tehát azzal tisztában voltunk, hogy ők erősek lesznek. A Vámos Pécsre nem számítottunk, de a Vámos Pécs olyan helyzetbe került, hogy egy Vámos Pécsi lakos került abba a csapatba, aki előtte Budapesten élt hosszú éveken keresztül, ott edzett, és őróla nem tudtunk semmit. Na most ez az illető, ez elég magas szinten űzi ezt a sportágat, tehát mint kiderült, ugye bőven MB3-as szint, tehát MB3-ban szerepelt, és ott is igen jó százaléka. Hát ő aztán meglökte ezt a csapatot. Plusz a Vámos Pécs még a tavalyi évekhez képest, illetve az előző évekhez képest igazolt még két játékos, tehát tulajdonképpen a Vámos Pécs csapat összeállítás az félig Vámos Pécsiek csak. Tehát igazolt két játékost, két román állampolgárságú játékost. Ugye róluk se tudtuk, úgy én ismertem őket személy szerint, de nem lehetett tudni még, hogy előre, hogy fognak szerepelni. Hát mint a tabella mutatja, igen szoros lett. Sőt, ugye a Hortobágy 2-nek az egy döntetlenje is pontosan velük született.
ezzel biztosított lett nekünk tulajdonképpen a második helyünk. Igen. A csapatunkban egyszer ugye egy mérkőzésen 4 ember játszik általában, a mi csapatunkat 6, úgy tudom, hogy 6 játékos alkotta, pontosan kik és hogy szerepeltek egyénileg? Igen, a mi csapatunkat 6 játékos alkotta, szükségünk volt nekünk is egy Hajdúszoboszlai játékosra. Őt nem erősítésképpen hoztunk ide, hiszen ha megnézzük az egyéni teljesítményeket, akkor ő tulajdonképpen az ő teljesítménye a leggyengébb. Rá azért volt szükség, mert ugye az 5 játékos is kevésnek bizonyult. Tehát a Tőke és Tomi is munkahelyi elfoglaltsága miatt, ugye Kovács Socó, egyetemista Pesten, neki is elfoglaltsága, és bizony sokszor előfordult az, hogy nem tudott a csapat kiállni azzal a felállással, amivel szerettünk volna, ezért szükségünk volt egy szoboszlai, úgymond tartalék játékosra. Vele kiegészülve úgy nézett ki a csapatunk, hogy Szabó István, ő ugye nagyon jól szerepelt, most ismét visszajött a pingpongban, nagyon ügyesen edzésre is eljár, szorgalmas és igen jól teljesített. Kovács Józsi, Rácimi, Varga Tibi, Tőkés Tamás és én magam. Korábban több fiatal is szerepelt a csapatunkban, most ezt én egy személy szerint hiányoltam, hogy nincsenek azok a fiatalok, többek között a te gyermekeid is játszottak még az előző években. Mi az oka, hogy ők most ebben az évben nem szerepeltek? Hát igen, tehát most a megyebajnokság, mint mondtam az elején, ugye olyan mértékben megerősült, hogy nem volt lehetőségünk, hiszen nyilván a legjobb eredményre törekedtünk, arra nem volt lehetőségünk, hogy most ezeket a utánpótlás játékosokat szerepeltessük, tehát minden meccsen figyelnünk kellett, minden meccsen a lehető legjobban ki kell tánunk, és úgy gondolom mindenki a legjobbat igyekezett hozni, azért is értük ezt az eredményt. Tehát erre most nem volt lehetőségünk, akár még egy gyengébb játékos szerepeltetése sem. Másodosztályban lehetne őket játszatni, de ugye a két fiatal, a Tomi és a Máté, ők eligazoltak a lányból, ők voltak a másodosztályú csapatunknak a gerince. Paja Mátéról igen, és Jenei Tamásról. Igen, a Paja Máté és a Jenei Tamás, ők eligazoltak, elmentek Debrecenbe, ezáltal a második csapatunknak úgymond a gerince megszűnt, de vannak már most utánpótlás játékosaink újra, akik majd reményeim szerint egy-két éven belül fel fognak tűnni már akár a megye másodosztályban, persze reményeim szerint a sok szép egyéni eredmény mellett, tehát a Szabó Krisztina, vagy akár a Rácz Nikolett, vagy a Dávid és a Viktor, vagy a Víg Tamás, tehát ők csak néhány nevet említve, ők mind olyan játékosok, akik, hogyha kitartóak lesznek, és tényleg eljárnak edzésre, és elfogadják azokat az utasításokat, amiket vagy tőlem személy szerint, vagy nyilván a csapattársainktól kapnak, akkor én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb itt fel fog állni egy erős utánpótlás, akik a másodosztályban meg fogják állni egyiket. Igen. A bajnokságnak egyébként, hogy mondtad, hogy vége szakadt a pontvadászatnak, nem ért véget a küzdelem, hiszen már évek óta így rendezi meg a megyei szövetség a bajnokságot, hogy utána van egy úgynevezett páros bajnokság és egy top 12. Úgy tudom, hogy ezeken is sikerrel jártunk, sikeresen szerepeltünk. Igen, minden évben ez valóban megrendezésre kerül. A páros verseny az ugye egy olyan, a páros verseny jellegéből adódóan, itt nincs megye első és másodosztályra bontva, tehát ez egy közös mezőny, ami azt jelenti, hogy ugye a megyebajnokság játéka során közel 200 résztvevője volt ennek a bajnokságnak. Ebből felálltak a párok, és ugye első másodosztályok vegyesen megküzdöttek egymással május 27-én, szombaton. Hát ebben érdekeltek voltunk, sajnos egy párral tudtunk részt venni, csak mert a Tőke és Tomi pontosan, ahogy említettem az előbb, munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. Ezért én indultam a Kovács Jocóval, és hát szerencsésen megnyertük ezt a páros versenyt. Másnap pedig gratulálok hozzá, de másnap még nem volt vége, mert jött a top 12. A top 12 azt mondjuk éppen a legjobb 12 játékosnak, a bajnokságban szerepelt legjobb 12 játékosnak, ha jól tudom, a versengése. Igen, május 27-én került megrendezésre a top 12. Ez, ahogy említetted is, ez minden évben a megyebajnokság lezárása után, következő hétvégén, tehát még május 30-a előtt igyekszünk megrendezni. Ezen a top 12-n ez már külön van, tehát megye első és másodosztály, tehát kétszer 12 versenyző mérkőzik mindenki a saját osztálybeli játékosaival. Ez valóban arról szól, hogy az évközbeni egyéni teljesítmények alapján a 12 legeredményesebb játékos küzd egymással. Nyilván az évközbeni teljesítmény alapján kialakul egy helyezés, egy rangsor, hogy ki hanyadikon áll, de ez egy úgymond, ez egy nap alatt lejátszott, lebonyolított verseny, amikor konkrétan kiderül. Hát a top 12
első osztályába mind a négy csapattársam bekerült, viszont sajnos a Tőkés Tamás megint csak elfoglaltsága miatt nem tudott szerepelni. Ezért én, Kovács Csocó és Szabó Pisti képviseltük a csapatunkat. Hát ez is egy jó eredmény, mert ugye tulajdonképpen az első 12 játékosból belekerültünk négyen a csapatunkból, azért ez, úgy gondolom, hogy ez megint egy értékelendő eredmény. Hát az eredmények szempontjában annak ellenére, hogy én kerültem be a legjobb eredménnyel, tulajdonképpen én végeztem a legrosszabb helyen, mert én a hetedik helyen zártam ezt a napot. A Kovács Csocónak negyedik helyet sikerült megszereznie, viszont ahogy az előbb is említettem, Szabó Pisti, aki fiatal és ambiciózus és nagyon jól játszik, hangsúlyozom, őnek is sikerült a második helyet megszereznie. Akkor végül is sikert sikerre halmoztatok ebben az évben, úgy a bajnokságban, mint a bajnokságot követő egyéni és páros versenyek során, de ezzel még mindig nem volt vége az idei bajnokságnak, hiszen egy közgyűléssel zártatok. Téged ez személy szerint azért is érintett, hiszen szerintem a pingpong rajongók tudják, hogy te vagy a megyei szövetségnek az első ember, az elnöke is, és itt egy tisztújtó közgyűlés is volt egyben. Jól tudom, ezen újra választottak. Igen, így van. Már most harmadik alkalommal ér az a megtiszteltetés, hogy megválasztanak a megyei szövetség elnökének ezen a közgyűlésen. Valóban ez a közgyűlésünk úgy szokott zajlani, hogy lebonyolítjuk a megyebajnosságot, lebonyolítjuk a top 12-t, illetve a páros versenyt, és ezen a közgyűlésen egy ünnepélyes keretek között adjuk át ezeknek a maga a megyebajnokságnak is, az első, illetve helyezetjének az érmeit, illetve a páros, illetve a top 12 versenyeket egyfajta ünnepélyes keretek között hirdetjük ki az eredményeket, illetve az idei év valóban annyiból még érdekesebb volt, hogy tisztújtó közgyűlés volt, hiszen lejárt a mandátumunk. A megyei szövetség közgyűlése, illetve tagsága az előző éves munkánkat értékelte, illetve figyelembe vette az elért sikereinket, és úgy ítélte meg, hogy ismét engem személy szerint elnöknek, illetve az előző vezetőségnek a tagjait ismét megválasztotta. Ez mennyi munkával jár egyébként személy szerint neked? Hát nyilván ebben nekem nagyon sok éjszakám, meg estében nyúló elfoglaltságom van, illetve minden versenyszervezés lebonyolítással kapcsolatban, illetve a megyei önkormányzattal való kapcsolattartás, az országos szövetséggel való kapcsolattartás, illetve hát a megyéknek a saját egyesületeknél lévő problémák is nagy része nálam köt ki, illetve tőlem várnak megoldást, most nyilván az anyagi problémákon felül is. De azt mondhatom, hogy ott is sikerült helytállnunk, mert sikerült egy olyan koncepciót kialakítani, hogy tudjuk támogatni az újonnan belépő egyesületeket, tudtunk az elmúlt években asztalt biztosítani számukra, nyilván nem véglegesen nekiadtuk, de kölcsön, tehát a szövetségnek rendelkezésre állnak most már saját asztalai, amivel úgy gondolom, hogy elősegítettük azokat a csapatokat, mert összeálltak itt a megyében, már most azért látható is ez a 23 csapat, azért ez elég komoly szám, már még a környező megyéket is figyelembe véve. Igen, hiszen az első osztályban 13, a második osztályban úgy tudom, megint 13 van? 12. Igen, 12. Tehát ez azért már nem elhanyagolható mennyiség csapat létszám szempontjából. Így van, tehát azért 25 csapatos megye bajnokság azért úgy gondolom, hogy és ezt így ítélik meg mind a régióvezetőnk, mind a országos szövetségnél is a munkákat ebből is értékelik. Azért ez egy komoly feladatot ró mindannyiunkra, illetve itt voltak ugye az olimpiai kvalifikációk, az olimpiai körüli tennivalók. Az olimpiára a Hajdú-Bihar megyéből versenyzőnk nem jutott ki, ugye az épp versenyzőket számítva, viszont a mozgássérült versenyzőnk közül ugye kijutott, a kvalifikációt szereztek. Tehát ez is egy, a megyei szövetségnek nyilván ebbe is része van, úgy az edzőbiztosításban, mint ugye kollégám az egyik felkészítő edző, ugye ő benne van a vezetőségben, tehát nagyon összetett és nagyon, nagyon szoros feladatunk van ezzel kapcsolatban. Tehát nem unatkoztok végül is. Ezek után a jövőt tekintve milyen feladat áll előttetek? A megyét tekintve, vagy az a saját egyesületünk? Is. Saját egyesületünkben mindenképpen hangsúlyt kell fektetnünk az utánpótlás képzésre, de ez egyébként ez országosan is megyére is igaz, tehát minden egyesületet úgy saját magunkat is arra biztatunk, hogy utánpótlás, mert országosan is azt a problémát látja, és most már látja ezt az országos vezetés is, hogy bizony nagyon kevés az utánpótlás versenyző. Ugye még virágzik a veterán versenyek, tehát akár több száz indulós veterán versenyt is lehet rendezni, addig egy utánpótlás versenyen néhány tizen vannak, tehát ez,
ez nagyon mutatja a sportág előregedését, és ugye mindenki belátta azt, hogy mi van, ha a veteránok is kiesnek, akkor mi lesz a sportágunkkal. Tehát mindenképpen az utánpótlás kérdés az egy sarkalatos pontja lesz a jövőben. És a szövetség szempontjából? A szövetség szempontjából nekünk még mindig azt mondom, hogy bár már elégedetlenek lehetnénk a 25 csapattal, de még mindig azt mondom, hogy csapatokat kell szerveznünk, minél jobban népszerűsítenünk kell a megyében ezt az asztalitani sportágat. Erre van is már példa, hiszen új csapatként, mint ahogy tavaly évben bejelentkezett a Kaba, a jövő évre már most jelezték, hogy a Földes új csapattal fog indulni, tehát jelentkeznek új csapatok, mert az én véleményem szerint az, hogy utánpótlás játékosok legyenek, és egyáltalán utánpótlás képzés lehessen a megyében, az mindenképpen azt kell, hogy a pingpong ugyanúgy, mint régen, tehát egy nagyon népszerű sportág volt. Gondoljunk csak vissza, termelőszövetkezeteknél, különböző cégeknél, KTS-eknél, munkaidő után ott voltak a pingpongasztalok feltve, és nagyon sokan űzték ezt a sportágot. Ugye ez megszűnt. Ezt nagyon sürgősen valahogy pótolnunk kell, nagyon jó kezdeményezésnek találom, most nyilván színvonaltól függetlenül majd megerősödik minden bajnokság, különböző városi bajnokságok, mondhatnám itt a Hajdúböszörménytől kezdve, akár itt helyben is Püspökladányban, nagyon-nagyon fontos dolog, hogy helyben legyenek városi bajnokságok, hiszen az ott játszó, jó, persze látjuk, hogy az életkor ott is már a játékosok nem mai gyerekek, hogy úgy mondjam. De akadnak azért fiatalok azok. Igen, akadnak, meg ugye azoknak a rokonai, ismerősein, tehát ezeken a játékoson keresztül megismerik, megszerethetik a sportágat, és előbb-utóbb meg fognak jelenni ezek az utánpótlás játékosok. Tehát mindenképpen ezen a vonalon kell indulnunk, hogy minél szélesebb körben sikerüljön ezt népszerűsíteni. És van az Országos Szövetségnek is elképzelése ezzel kapcsolatban, nyilván az anyagi forrását keresik, már végeztünk egy felmérést a megye területén, hogy ilyen iskolákat lehetne támogatni asztallal. Ez már volt két ütemben, ha kaptak is asztalt, mind a két ütemben sikerült például ide Püspökladányba is hozni a Petőfi Általános Iskolába asztalt, illetve sikerült Hajdúböszörménybe vinni, Hajdunánásra, tehát a több településen is sikerül iskolákban is népszerűsíteni a pingpongot. Plusz van egy elképzelés arról, hogy nyilván ennek is keresik az anyagi forrását, ami most ugye nem egyszerű. Elképzelés van az Országos Szövetség részéről arra, hogy közterületeken úgynevezett vandálbiztos pingpongasztalok lennének felállítva, annak nyilván lennének követelményei, tehát megfelelő burkolattal ellátva az asztal környéke, az asztal is már olyan minőségű lenne, hogy azon akár lehessen játszani, mert ugye látjuk, hogy a játszóterekről is eltűntek az asztalok, vagy amik megvannak, nagyon rossz állapotban vannak, ugye használhatatlanok, tehát ez mind a felé tendál, hogy minél jobban népszerűsítsük az asztaltenist. Tehát a cél ez lenne jövőt tekintve. Igen. Legeslegutoljára pedig már csak azt szeretném meg tudni tőled, hogy van-e ilyen tervetek, hogy esetleg a három ezüstérem után egy aranyéremmel gazdagodjatok, hiszen nem tudom, hogy most a Hortobágy 2-nek van-e ilyen terve, szándéka, hogy a feljutást kihasználva egy osztályt lépe? A Hortobágy 2, igen, ők éppen ma adtam le az Országos Szövetség fele és a megyebajnokságnak a végeredményét, ugye a Hortobágy 2 csapat NB3-ban fog szerepelni a jövőben, viszont ugye megkapunk egy NB3-as csapatot a nyakunkba, úgymond, hiszen a Hajdunánás csapata, ők az idén NB3-ban szerepeltek, viszont most kiesnek, tehát visszaesnek ide a megyébe, nagy valószínűsége, illetve a jövőre nézve megint nem könnyíti a helyzetünket a Vámos Pécs ambiciózus NB3-ba jutási szándéka, tehát ők is valószínű erősíteni fogják, úgy gondolom, és már vannak rá utalások, hogy próbálnak játékos állományt erősíteni, és úgy neki rugaszkodni a következő évnek, és ezen felül még természetesen nem tudhatjuk, hogy még csapat fog erősíteni, vagy ki milyen szándéka indul el, ez majd nyilván a következő évi bajnokságban szeptember végén talán, vagy október elején, már az első fordulók után azért ez már ki fog tisztulni. Nekünk továbbra is úgy gondolom ez a játékos állomány, amire én személy szerint végtelen büszke vagyok, hiszen valamikori tanítványaimmal játszhatok együtt, akik már azóta nyilvánvalóan felnőttek lettek. Ők ezzel az edzéssel, amit most megengedhetnek maguknak, hiszen ugye a Tőkés Tomi sajnos versenyekre sem tud eljönni a munkahelyi elfoglaltsága miatt, a Kovács Józsi szinte nem is tud edzéssel járni, azt kell, hogy mondjam, mert ugye ő Pesten tanul, tehát itthon nem tud edzeni abszolút, tehát ezzel a csapattal azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó eredményt értünk el.
Köszönöm szépen, befáradt a stúdióba, és további sok sikert neked, úgy a saját csapatodon belül, mint a szövetség munkájában. Köszönöm szépen.